A világbajnok hókikapus Szuper Levente mostanság más szerepben tündököl. Pár hónapja született meg kislánya, akinek érkezése teljesen megváltoztatta Levente gondolkodásmódját. Nálam nem a karrier az első most már. Megváltozik az ember értékrendje, de ez úgy magától is nagyon-nagyon jó érzés. Nem, mint hogyha a család nem lett volna mindig az első helyen, de voltak időszakok azért, amikor a karrier az nem is azt mondom, hogy fontosabb volt, de hogyha a dönteni kellett néhány kényes kérdésben, akkor általában a karrier volt az, ami vitte a pálmát. Levi és párja Emese próbál mindent ugyanúgy csinálni, mint a csemete érkezése előtt. Így, ha fontos meccs megy a tévében, igenis megnézik, természetesen Alizzal kiegészülve. A fontosabb eseményeket vele is megnézetjük, persze, amikor nem alszik vagy eszik, és kedve van hozzá. De persze, hát ez is egy tradíció nálunk, hogy azért foci VB-t, EB-t, olimpiát azért megpróbálunk közösen nézni, szülőkkel, barátokkal, ez is, na és ezen se változtattunk például. Levente nem szeretné apatigrisként védeni gyermekét és túlpánikolni az apaságot, megpróbálja lazán kezelni a kérdést. Első időszakokban egyértelmű, hogy bele kellett szokni, meg kellett szokni, de hát hangsúlyozom, óriási segítséget kapunk mindkét oldalról, mind a feleségem szüleitől, mind pedig az én szüleimtől. Szóval ez így azért sokkal könnyebb, de nem. Próbálunk úgymond lazák maradni ebben a témában, és amit meg kell tenni, azt persze megtesszük, de nem ilyen görcsösen. Levi eleinte fiút szeretett volna, ám amikor Aliz világra jött, érthető módon átértékelte a dolgokat. Úgy gondolom, hogyha egy lány, egy nő idősebb egy családba, akkor az semmiképpen nem hátrányzó. Jobban tudja kontrollálni a dolgokat, mint mondjuk egy fiú. Most jó, hogy mindenki azt mondja, hogy így a férfiak úgy, meg családfők, meg mit tudom én, de azért mégis a családi dolgokhoz, meg úgy az összetartáshoz, összefogáshoz a nők jobban értenek. Meg hát rá kell nézni, szóval egy tündér, egy tünemény, szóval áldom az Istent, hogy kislány született. A világbajnok kapus szívesen tüsténkedik kislánya körül, ám véleménye szerint neki és feleségének is megvan a saját feladata. A tisztába rakás az általában a feleségemre marad. Ez valahogy így alakult, hogy ha tényleg itthon vagyok és jelen vagyok tisztába tevésnél, akkor nagyon környezetbarátok vagyunk és mosható pelenkával dolgozunk. A pelenkát azt nagyon sokszor én szoktam úgy előmosni, akkor utána megtörténik az etetés, akkor büfisztetni általában szinte mindig én szoktam. A fürdetést azt közösen csináljuk. Úgyhogy megvan a munkamegosztás, de hát azért úgy gondolom, hogy azért olyan 80-20 arányban, szóval egy kicsit igazságtalan. Aliz még csak 5 hónapos, egyelőre nem terveznek kis testvért. Így Levinek van ideje egy kicsit a munkájával is foglalkozni, hiszen a Vasasi Jégkorong szakosztályának elnöke április vége óta. Én hangsúlyozom, hogy még tanuló fázisban vagyok, szóval most nem úgy kell ezt elképzelni, hogy akkor szuper Levente vagyok, megérkeztem mostantól minden, és én mindent jobban tudok, nem. Próbálom azért másképp ezt a dolgot megközelíteni. Én egyelőre egy profi sportoló vagyok, aki szeretné ezt is ugyanúgy megtanulni, mint ahogy megtanultam korcsolyázni. Szóval én, ha nem profiskodom valamilyen úton, módon tovább, akkor az egyetemre fogok kérni a Semmelweis egyetemre fölvettek, sportmenedzseri szakra, úgyhogy ezért is hangsúlyozom, hogy nem hiszem én azt, hogy most én milyen baromi okos vagyok ebbe. Sok mindent hoztam magammal, tapasztalatot persze külföldről, mindenhonnan elég sok helyen jártam, elég hosszú ideig voltam külföldön és tanultam a profi mentalitást, úgyhogy ezeket én hozzá tudom adni a dolgokhoz. Mi pedig sok sikert kívánunk új munkájához és a családi álmok megvalósításához egyaránt.